A kerekasztal beszélgetést a BEN autista és autisztikus gyermekekért közhasznú egyesület szervezte. Révisz Katalin gyógypedagógus előadásában kiemelte, az óvodáskorú autista gyerekek fejlesztésére nem állnak rendelkezésre a megfelelő személyi és tárgyi feltételek. Viszont a 2017-2018-as tanévtől kezdve az EGRI Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény otthont ad az alsótagozatos gyermekek oktatásának, ahol minden feltétel adott az épértelmű autista diákok tanításához. A maximum 13 fős osztályok elősegítik a közösségbe való könnyebb beilleszkedést, ami igen fontos a tanulók szempontjából. Az érintett szülők leginkább a szegregált osztályok kialakítását helyezik előtérbe. Vegyes osztályban elég vegyesek a visszajelzések, nehezen megy integráció esetében a beilleszkedés segítség nélkül. Ezekben az említett szegregált osztályokban viszont nagyon pozitívak a tapasztalatok, és nagyon, nagyon jól megy az ő oktatásuk és nevelésük, és úgy gondolom, hogy a megfelelő helyen tanulhat a kisfiam. A rendezvényen részt vett Ballagó Zoltán is. Az EGRI tankerületi központ igazgatója elmondta, a hozzájuk tartozó 35 alapfokú oktatási intézményből 18-ban folyik autista tanulók oktatása. Szerinte a legnehezebb dolog jelenleg a személyi feltételek biztosítása. Ezért is vagyok hálás az intézményben dolgozó pedagógus kollégáknak, mert közülük többen vállalták a további is átképzést, hogy ilyen típusú képzéseken vesznek részt. Ami sok esetben nem kis áldozat, hiszen egyéb munka és feladataik mellett kell ezt a feladatot még, vagy kellett elvégezni. A megbeszélésen elhangzott az is, a tankerületben évről évre nő az autista gyerekek száma. Emiatt is lenne fontos, hogy minél előbb megoldják ezen diákok esetében a felső tagozatos tanulmányok megfelelő körülmények között történő lebonyolítását.